16. rész. Az éjjeli zene. Azon emlékezetes házi bál után Cilike még néhány napig igen levert és szomorú volt. Nem csak az fájt neki, hogy nem táncolhatott a huszártisztekkel, hogy kiégett a szép új ruhája, hogy az egész vendégsereg jót nevetett rajta, hanem legrosszabbul az esett, hogy Kővári Laci búcsú nélkül távozott másnap reggel, s csak annyit izent neki Kendei Lussal, máskor a kislányok ne cigarettázzanak. Ezért Cilike nagyon megharagudott, és elhatározta, hogy sohasem békül ki többet Kővári Lacival. Az igaz, hogy Laci meg sem próbálta kiengesztelni. Egy napon Ilus, aki szintén ott maradt Teréz néniéknél pár hétre, ragyogó arccal szaladt be a szobába, hol Cilike rossz kedvűen gubbasztott. Tudod, mi újság? Színészek érkeztek! 10 előadást fognak tartani. Az igazgató éppen most teszi tiszteletét Teréz néninél. Ez a hír Cilikét is fölvillanyozta. 10 előadás! Remélem, mind a 10-re elmegyünk. Gyerünk be Teréz nénihez! Minden világfájdalmát feledve, fölugrott, szaladtak mind a ketten Teréz nénihez. Elkéstek ugyan, mert az igazgató úr már elment, de Teréz néni mosolygó arccal fogadta őket. No, leányok, lesz megint egy kis mulatság. Megérkezett Koronkai a társulatával. Nagyon jó társulat, ismerem. Minden évben szoktak itt néhány előadást rendezni. Mind a 10 estére vettem jegyeket. Szegény Teréz néni majdhogy nem meg nem bánta ezt a kijelentést, mert a két lány szinte megfojtotta örömében öleléseivel, csókjaival. Sem Ilusnak, sem Cilikének nem volt még sok része színházban, nem csoda tehát, hogy annyira örültek. No, védekezett Teréz néni. Jól van már, jól van. Most pedig lássatok utána, és hozzátok gyorsan rendbe a két vendégszobát a folyosó végén. Az igazgató és a felesége, meg a primadonna, Szirontai Melinda kisasszony minden évben nálam vannak szállva. A többiek, a gyárfásék és a jegyzőné vendégei. Holnap reggel itt lesznek mind, s este már játszanak is. Rómeó és Júliát adják. Rómeó és Júlia? Hely, hogy perdült a két leány! Soha még szobát oly gondosan nem takarítottak, tisztogattak és poroltak, mint azt a két vendégszobát, különösen azt, amelyben Szirontai Melinda kisasszony fog lakni, a Júlia bájos személyesítője. Cilike ugyan nem szeretett a folyosó eme végébe járni, mert ott állott még most is mindig az a bizonyos ócska nagy almárium, ahol egyszer oly keserves órákat töltött bezárva, mint kísértet. Emlékezett a fagyúgyertya ízére is, amelyből akkor falatozott. Oh. No, de ezek régi, kislánykori emlékek voltak, Cilike legalábbis úgy tekintett vissza rájuk. Most egészen más. Most már Teréz néni Rómeó és Júlia előadásokra is elviszi. Egyéb iránt az egész faluban nagyon örültek a jó előadásoknak, a környékről is sokan jöttek be minden este, s az igazgatónak fényes bevételei voltak. Cilike azonnal megírta haza is a nagy eseményt, s remélte, hogy valamelyik előadása Kővári Laci is el fog jönni, s őt kiengeszteli. Csak ugyan, anyuska írt is olyas valamit, hogy Lacinak nagy kedve van valamelyik előadás megnézni, s lehet, hogy este csak be fog toppanni. Elérkezett azonban a visszavonhatatlanul legeslegutolsó búcsú előadás estéje is, és Laci csak nem jött. Lásd, Ilus, sóhajtotta Cilike búsan, ilyenek a férfiak, eszébe se jut, hogy kiengeszteljen, pedig tudja jól, hogy haragszom. Hát, ha csak nem volt ideje eljönni, vigasztalta Ilus, vagy te lekésett a vonatról. Cilike lemondóan legyintett a kezével. Egy komoly gondolkodású, nemes karakterű ifjú sohasem késik le a vonatról. És szeretném tudni, miért ne volna ideje eljönni, ha akarna. Különben hagyjuk ezt. Nehogy azt hidd, hogy engem legkevésbé is érdekel Kővári László úr. Csupán elvártam volna tőle, mint régi ismerőstől, hogy jóvá tegye azt a sértést, amit ellenem elkövetett. De így is jó. Számomra megszűnt létezni Kővári László úr. Nem ismerem őt többé. Oly szépen beszélt Cilike, ugyanolyan tragikus hanglejtéssel,
mint Szirontai Melinda kisasszonytól hallotta, hogy Ilus egészen elérzékenyedett. A könnyek szemébe gyűltek. Megcsokolta Cilikét, s többször kifújta az orrát. Cilike is. Mind a ketten még a mai előadás hatása alatt állottak. Aztán lefeküdtek, és eloltották a gyertyát. Egyszerre csak Cilike, jóval úgy éjfél után, valami különös neszre zajra ébredt föl. Eleinte nem tudta, mi az, de aztán csak hamar rájött. Zene hallatszott. Csendes, halk, szép cigány muzsika. Egy darabig csak mozdulatlanul figyelt Cilike. Nem tudta elképzelni, hol, merre, kik muzsikálnak. De egyszerre csak valami átnyilallott a szívén. Megismerte. Az ő nótáját játszották, az ő legkedvesebb nótáját. Mondd meg nekem, te csicsergő kismadár, akit egykor úgy szerettem, merre jár. Mint a nyíl, pattant föl egyszerre az ágyból Cilike. Oda rohant, azaz jobban mondva a sötétben oda botorkázott az Ilus ágyához, és ráncigálni kezdte. Véletlenül éppen az órát fogta meg, úgy, hogy Ilus ilyetten riadt fel, s egy nagyot tüsszentett. Psst, te szerencsétlen! Hallgass csendesen! Csitította Cilike. Nem hallod? Éjjeli zene, Ilus! Éjjeli zene! Hol, hol? Kapkodott ilyetten még félállomban Ilus. Itt, itt valahol a közelben. Azt hiszem éppen az ablakunk alatt, suttogta Cilike. Hallgass csak! Megismered? Éppen az én nótámat játsszák. A két lány összebújva, egymáshoz lapulva figyelt a halk édes zenehangokra, melyek az éjszaka csendjén átszűrődve, csodás, bűbájos varázssal hatoltak be a kis leány szobába. Ó, Ilus, suttogta Cilike, ez nem lehet más, mint a Laci. Valószínűleg mégis lekésett a vonattól, és most így akar kiengesztelni. Bizonyosan ő az, erősítette meg Ilus is. Ki is lehetne más? Nézzünk kicsit ki az ablakon. Világért sem, ragadta meg Cilike az Ilus karját. Én úgy hallottam, hogy az nem illik, nem szokás. Akkor mindjárt elmennek a cigányok. Azonban a másik percben már mind a ketten a hátukra vették a paplant, s Lábujjhegyen az ablakhoz súrantak. De sajnos a függöny le volt eresztve, fölhúzni nem merték. Különben is. Az ablak nagyon magasan volt, nem láthattak semmit. Tudod mit? Súgta Ilus. Gyújtsunk gyufát. A leányoktól az iskolában hallottam, hogy úgy szokás jelezni, hogy az ember szívesen fogadja az éjjeli zenét. Igen, bizony, hagyta helyben Cilike, s azzal már szaladt is gyújtót megkeresni. Meg is találta, közben földöntött egy pohár vizet az éjjeli szekrényen, megbotlott egy székben, s odaütötte a könyökét az asztalhoz. Mindenre azonban most rá sem hederintett. Örömtől, boldogságtól izgatottan kezdte egymás után gyújtogatni a gyújtószálakat, egy párszor majdnem a körmét elégette. Talán elég is lesz már, suttogta Ilus úgy a 15. gyújtószál után. Én úgy tudom, csak egyet-kettőt szoktak. Ó, Ilus, én olyan boldog vagyok, rebegte Cilike, s még egy utolsó szállal egészen az ablak felé világított. Igazán nem sajnálom akár az egész katujával meggyújtani. Vajon Teréz nénék hallják-e? Valószínűleg hallották, mert a zene most sokkal hangosabban szólt. Az érzelmes népdal után valami vígkeringő következett, és csodálatos, mintha ének is hallatszott volna, mégpedig női hang. De Cilike is, Iluska is meg voltak győződve, hogy tévednek, csak a klarinét hangja hallatszik oly furcsán. Még néhány vígnépdal, meg operett dallam után egyszerre félbeszakadt a muzsika, mintha valaki azt mondta volna, most már elég. Aztán valahonnan messziről, mintha ajtó nyílt és csukódott volna, lábcsoszogás, cipőnyi korgás hallatszott, majd elcsöndesedett megint minden. A két lány még sokáig ült ott egymás mellett az ágy szélén a paplanba burkolózva, s a titokzatos hangokra figyelve az éjszaka csendjében. De többet nem hallottak semmit. Az egész háznál mindenki aludt mélyen. Végre ők is elálmosodtak és lefeküdtek, de Cilike
Még sokáig nem tudott elaludni a boldogságtól, az örömtől, hogy ő éjjeli zenét kapott Kővári Lacitól. Másnap reggel kissé későn ébredtek fel, és sietve öltözködtek, mert tudták, hogy Teréz néni nem szereti, ha elkésnek a reggeliről. Majd én kibékítem, ha haragszik, mondta öntudatosan Cilike. Meglásd, ő is büszke lesz rá, ha elmondom neki, milyen gyönyörű éjjeli zenét kaptam Kővári Lacitól. Teréz néni csak ugyan kissé bosszus arccal ült az ebédlőben a reggeliző asztal mellett, Miklós bácsi ellenben igen derűsen mosolygott. Szegény gyermekek, szólt Teréz néni részvétel tekintve a belépő két lánykára. Ti sem tudtatok aludni az éjjel, ugye? Ó, Teréz néni, rebegte boldog mosolyal Cilike. Én... Már meg is mondtam nekik a véleményemet, szakította félbe Teréz néni. Mégiscsak haszontalan komédiás népség, az bizonyos. A jó bevétel örömére egész éjjel itt muzsikáltatnak maguknak az éjházamban, mintha csak egy kocsma volna. De kérlek, szólt közbe békítőleg Miklós bácsi, hiszen olyan csendesen, illedelmesen mulattak. A hegedűikre szorítót tétettek. Azért mégsem adok többet szállást sem Koronkai úrnak, sem Szirontai Melinda kisasszonynak, dohogott tovább Teréz néni. No de hát reggelizzetek, lányok. Cilike, idd meg a kávédat. Bizony Cilike nem itta meg a kávéját. Dehogy tudott volna lenyelni egyetlen kortyot is a búbánattól. És egyszerre olyan kicsinnek, ó, olyan kicsinnek érezte magát. Csak az az egy vigasztalása volt, hogy erről az éjjeli zenéről, amelyet ő kapott, meg az eljutogatott gyújtószálakról nem tud senki más, csak egyedül Ilus, aki bizonyára nem fogja őt elárulni soha. 17. rész. Kölcsönkért ruhák. Letelt a Cilike szabadsága, s hazafelé kellett készülődni. Anyuska már kétszer is írt és sürgette, nem volt szabad tovább maradni. Nehéz szívvel vált meg Cilike a jó Teréz nénitől, meg Erzsikétől és Gizitől, akikkel oly kedves, kellemes napokat töltött együtt. Persze most már eszébe sem jutott, hogy alig 3 héttel ezelőtt mennyire duzzogott, mert neki a karácsonyi ünnepeket Somkuton kell töltenie, ahelyett, hogy Budapestre utazzék. A válás csak azt tette elviselhetővé, hogy Erzsikének az a nagyszerű eszméje támadt, hogy a legközelebbi állomáson szánon fog menni, fényes diadalmenetben elkísérik Cilikét, s még a vonat beérkezik, az állomás közelében lévő kis tavon még egy utolsó búcsúkorcsolyázást rendeznek. Az eszme természetesen általános tetszésre talált, Teréz néni sem ellenezte, s így elhatározták, hogy kora reggel már útnak indulnak. A legközelebbi állomás egy órányira volt szánnal. Miután a vonat csak 12 órakor érkezett oda, elemózsiát is szándékoztak vinni, hogy az állomás várótermében meg is villás reggelizzenek. Gyárfás Jani, az Erzsike és Gizike bátyja, meg a jegyző úr két fia, Dévai Gyuri és Bandi is csatlakoztak a kiránduláshoz, s így 6 szánon, valóságos diadalmenetben készültek elkísérni Cilikét. Tudod mit, édes lányom, mondta Teréz néni az utazás előtti reggel. Én azt gondolom, hogy a legjobb volna, ha te az összes holmidat szépen becsomagolnád előre, és postán küldenénk el még ma. Mire te megérkezel, a csomagod már otthon is lenne. De hát miért, édes Teréz néni? Kérdezte Cilike. Hiszen a vasúton is vihetem magammal. Igaz, igaz, de tudod, egy ilyen kirándulás alkalmával megtörténik, hogy az ember elfelejt egyetmást. Nem mintha azt akarnám mondani, tette hozzá mosolyogva, hogy te egy szeleburdi szórakozott kislány vagy, Isten ments. De azért mégis tanácsosabb, azaz kellemesebb, ha az embernek nincs semmi kézi podgyásza. Legalább nem felejthetsz el semmit. Cilike elpirult, de aztán őszintén felelte. Teréz néninek igaza van. Én is azt hiszem, hogy legjobb lesz, ha postán küldünk el mindent előre. Megyek is, és most azonnal becsomagolok. De aztán ne felejts ki semmit, kiáltott utána még Teréz néni mosolyogva. Világért sem, felelt Cilike kissé megsértődve, s aztán szobájába sietve, buzgón látott hozzá a csomagoláshoz.
Tényleg nem is felejtett ki semmit. Összes fehérneműit, ruháit, apró csepő holmiait csinosan, rendesen, ügyesen berakta egy nagy dobozba, átkötözte, lepecsételte, s mindjárt el is küldte a postára. Aztán, mint aki jól végezte dolgát, megdicsérte saját magát, s örömmel jelentette Teréznének, hogy minden rendben van. Délután még egy utolsó búcsú uzsonnára átjöttek Erzsike és Gizike, s újólag részletesen megbeszélték az egész holnapi kirándulást. Éppen jó, hogy jöttök, mondta Cilike. Teréz néni megengedte, hogy még egy tortát készítsek, mégpedig egyedül. És ti most segíthettek nekem. A konyhán megbeszélhetünk azután mindent. Erzsike és Gizike örömmel vállalkoztak mindenre. Csak kérünk 3 konyhakötényt, édes Teréz néni, nem volna jó a ruháinkat bepiszkolni, mondta Erzsike. Ó, ennek az én piros perkálpongyolámnak nem árt már semmi, nevetett Cilike. Ez már egy végleg elviselt és kinőtt ruha. Igazni, miért is vagy te még most délutáni reggeli ruhában? Kérdezte Gizi. Mert az összes holmimat elküldtem előre postán, hogy ne legyen a vasúton semmi kézibodgyászom. Felelte Cilike vígan, de alig, hogy ezt kimondta, egyszerre csak felsikoltott, mintha valami megszúrta volna, s halálsápadtan rogyott le egy székre. Szent Isten, mi történt? Kiáltott Erzsike és Gizi, és részvétel fogták körül Cilikét, míg Teréz néni sietve hozott egy pohár vizet, mert azt hitte, menten elájul. Cilike azonban nem ájult el, csak keservesen sírni kezdett. De hát mi bajod van, felej, kérlek? Unszolták ilyetten. Fáj a fogad talán? Nem, nem, nyőszörögte Cilike. Ó, Istenem, a ruhám, a posta, a vasút! Nem értem, nem értem, kiáltott Erzsike. Az Istenért, Cilike, beszélj hát! Én már értem, mondotta Teréz néni a kezével intve. Cilike ma reggel becsomagolta az összes ruháit, és elküldte postán. Még az úti ruháját is. Nem hagyott itt semmit, csak ezt a piros pongyolát. Cilike meg sem isülve bólintott a fejével. Úgy van, sőt, a kabátom és a kalapom is. Most már mivel fogok utazni? Hát, azt bizony igazán nem tudom, csóválta a fejét Teréz néni. Ha csak nem az én ruhámban. Erre Cilike minden szomorúsága mellett is elnevette magát. Teréz néni ugyanis legalább egy fejjel magasabb volt, és 3-szor olyan széles. Majd mi kisegítünk a mi ruháinkkal, biztatták Erzsike és Gizike, de hát az sem volt nagy vigasztalás, mert hiszen Cilike tudta, hogy nekik is csak egy-egy téli ruhájuk van, meg aztán Erzsike sokkal kisebb volt, Gizike meg sokkal kövérebb, tehát egyiknek a ruhája sem illett rá. De mit volt mit tenni? Átmentek Erzsikéikhez, s ott sorra próbálgatták az összes ruhákat. Bizony egyik sem illett Cilikére. Egyik bő volt, másik szűk volt, egyik rövid, másik hosszú. Arra pedig, hogy megigazítsák, már nem volt idő. Gizike nagylelkűen átengedte az új sötét szürke ruháját, de hát az is úgy lötyögött Cilikén, olyan bő és oly hosszú volt, hogy szomorú volt nézni. De a ruha még hagyján. Nagyobb baj volt a kabát meg a kalap. Itt már igazán nem volt más választás, mint az Erzsike tavalyi matróz sapkája, s a Teréz néni bő bársony gallérja. Ugyan mind a két lány nagylelkűen felajánlotta, hogy itthon maradnak a kirándulásról, s átadják a kalapjukat meg a kabátjukat, de azt meg Cilike nem akarta elfogadni. Így hát másnap reggel búsan öltötte magára Cilike a kölcsönkért ruhákat, szinte szörnyűködve nézte meg magát a tükörben. Olyan vagyok, mint egy tökéletes madárijesztő, sóhajtotta elkeseredve. Csak az az egy szerencse, hogy a fiatal emberek nem veszik majd észre, mert a szárról egyenesen beugrom a vasúti kocsiba. A leányok meg megesküdtek, hogy senkinek sem árulják el a dolgot. De hát, ember tervez, Isten végez. Vígan csilingelve érkezett meg az állomáshoz a hadszán, melyel Cilikét diadalmenetben kísérték el Somkútról. Kissé későbben ugyan, mint eleinte tervezték volt, mert a búcsúkor csolyázástól, tekintve a Cilike hiányos ruházatát, lemondtak. Alig hámozták ki azonban a fiatal emberek a leányokat a bundákból és lábzsákokból,
s alig tekintett Cilike körül, hogy vajon itt van-e már a vonat, be lehet-e már szállni, egyszerre csak ismerős hang csendült meg közvetlenül mellette. No hát maguk ugyan szépen becsaptak engemet. Hát ezért érdemes volt nekem hajnalban felkelni, s az első vonattal ilyesietni, hogy én is jelen legyek a búcsúkorcsolyázásnál. Másfél órája várom itt magukat, s most érkeznek, mikor már mindjárt indul a vonat. Cilike majdnem kővédermet ijedtében. Kővári Laci állt előtte, korcsolyáit lóbálva kezében. Jesszus! Kiáltott Erzsike. Ne haragudjék, kedves Laci! Egészen megfeledkeztem róla, hogy magának megírtam a tervünket, s meghívtam. Egy kissé későn jöttünk, mert a korcsolyázás úgyis elmaradt, valami akadály jött közbe. Ugyan mi? Kérdezte érdeklődve Laci, de már nem volt idő rá válaszolni, mert éppen beérkezett a vonat, amelyre Cilikének föl kellett szállania. Na se baj, majd elmondja Cilike az úton, mert haza kísérem, ha megengedi. Szegény Cilike se élt, se halt. A Teréz néni százráncú bársony gallériában, s a Kizike bő, hosszú szürke ruhájában oly rettenetesen kényelmetlenül érezte magát, hogy legjobban szeretett volna a föld alá bújni. De nem volt mit tennie, föl kellett szállani a vonatra. Csak az a halvány reménység pislogott még benne, hogy Laci talán észre sem vesz majd semmit, de amíg a kocsi ablakánál állva kendőlobogtatások és integetések közt búcsúzott a társaságtól, egyszerre csak fölhangzott a háta mögött a Laci harsány kacagása. Ugyan, Cilike, az Istenért, miféle maskarába bújt maga? 18. rész. Változások. Tavaszodott már. Még nem rügyeztek ugyan a fák, még nem zöldült a fű, de a levegőben azért érezhető volt már a tavasz lehellete. A ragyogó, verőfényes idő kicsalta az embereket a szabadba. Cilike sem találta a helyét a szobában. Különben is, mióta nem járt már iskolába, mióta már majdnem hivatalosan kezdték elismerni az ő nagy leányságát, néha-néha nem is tudott mit kezdeni az idejével. Pedig segített a takarításnál és főzésnél is, vart és kézi munkázott is szorgalmasan, az olvasmányait, a zongoráját sem hanyagolt el, és mégis, főleg egy idő óta oly különös volt. Mindent fordítva csinált, és nagyon szórakozott volt. Néha elővette a térképet meg a vasúti menetrendet, és órákig nézegette, tanulmányozta az útirányokat, az összeköttetéseket Berlin, London, Párizs között. Mintha csak egy nagy útra készülődött volna, vagy pedig nagy figyelemmel kísérni valakinek az utazását, aki arra felé jár. Ma különösen lehangolt volt Cilike. Sehogyan sem tudott megmaradni otthon. Felöltözött tehát, és átment Iluskához, hogy hívja sétálni valahova messze, ki a mezőre. Képzel csak, fogadta Iluska vidáman. Éppen most volt itt Kővári Laci búcsúzni. Csak ugyan elutazik egy évi tanulmányútra külföldre. Tudom, felelte Cilike nagyon csendesen. Tőlünk is elbúcsúzott már. Azt hiszem, holnap után indul. Többet aztán nem is beszélt Cilike. Egy kissé, mintha levelt vagy szomorú lett volna. A sétához sem volt már kedve, s alig egy óra múlva haza is ment. És otthon. Mi is történt csak otthon? Erre mindig úgy emlékezett vissza Cilike, mint egy álomra. A szalomban együtt ültek édesapa, édesanya és Kővári Laci. Azaz édesapa nem ült, hanem alá felsétált a szobában. Mikor Cilike megjelent az ajtóban, mind a hárman kissé elfogódottnak látszottak, sőt, édesanya szemében egy könycsepp is csillogott. Cilike zavartan állott meg az ajtóban, de édesapa hozzálépett, s megfogta a kezét. Gyere csak, édes lányom, éppen rólad beszélgettünk. Cilikének egyszerre nagyon melege lett. Eszébe jutott életének sok borús pillanata, s azon tanakodott, vajon melyik ilyen szomorú, víg viszontasságáról beszélgettek éppen. Mert hogy volt ilyen bőven. Hát, kedves Laci öcsém, mondta édesapa, megsimogatva a Cilike arcát. Igazán nem tudom, mit mondjak, hiszen ez még egy kis macska. De kérem, édes bátyám,
szólt kissé zavartan Laci. Hiszen én mondtam, hogy... Jól van, jól, szakította félbe édesapa mosolyogva. Mondtad, hogy várni fogsz, igaz? Nem is tehetsz egyebet. De én úgy képzelem, Cilike talán még 10 év múlva is olyan gyerek lesz, mint ma. Apuskám, szólt közbe Cilike kissé sértődve. Hogy mondhatsz ilyet? Hiszen én már nagylány vagyok. Az igaz, bólintott fejével édesapa, és úgy látszik, Laci is annak képzel, mert éppen most kérte meg a kezedet tőlünk. Jé! Kiáltott Cilike összecsapva a kezét, s annyira megijedt, megörült, megilletődött és zavarba jött, hogy úgy érezte, táncra kerekedik körülötte az egész szoba. Hamar le is akart ülni a mellette lévő székre, de zavarában és örömében eltévesztette a dolgot, s nagy hirtelen a szék mellé a földre ült le. Persze, vége volt egyszerre minden meghatottságnak, minden komolyságnak, az egész vonalon. Anyuska könnyein keresztül hangosan elnevette magát, Laci hamar odaugrott, és szintén nevetve segítette föl, de azért gyöngéden kérdezte, vajon nem ütötte meg magát. Édesapa megmosolyogva állott meg előttük. No látod, kedves öcsém, ez Cilike. Az én szelebúrdi, bohó, ügyetlen kis Cilikém, aki éppen olyan gyerek ma is, mint eddig volt. Cilike persze majd elsüllyedt szégyenében. Nevetett ő is, pedig leginkább sírni lett volna kedve. Oda menekült édesanyjához, s vállára borulva rejtette el piruló arcát. Anyja megsimogatta a fejét, s aztán így szólt. Minden esetre van idejük várni, édes Laci. Ami engem illet, én szívesen beleegyezem a dologba. Derék, komoly, jó embernek ismerem magát, akire bátran rámerem bízni kislányunkat. Most csak az a kérdés, akkor-e Cilike a maga felesége lenni? Én azt hiszem, igen, sugta Cilike az édesanyja vállának, mert fölemelni nem merte volna a fejét egy világért sem. De Lacinak úgy látszik, nagyon éles lehetett a hallása, mert meghallotta ezt a suttogást is, és ragyogóra derült föl az arca. Állapodjunk meg tehát abban, szólt most édesapa, hogy te megkéred Cilikét, mi nem ellenezzük. Cilikének sincs kifogása, de azért még eljegyzésről, lakodalomról ez idő szerint szó sincs. Te most elutazol külföldre, egy évi tanulmányútra. Azzal a Cilike is meg fog komolyodni, és okos nagylány lesz belőle. Ha aztán visszajössz, és még mindig úgy gondolkoztok, mint ma, akkor lehet újra beszélni a dologról. Belenyugszom, kedves bátyám, mondta Laci. És most nyugodtabban indulok útnak, hogy ez a kérdés tisztázva van. Csak arra kérem még, engedjék meg, hogy néha írjak Cilikének. Kedves levelező lapokat, mondta édesanyja, s erre Cilike is felemelte a fejét. Igen, igen, kérem, küldjön mindenünnen szép képes levelező lapot a gyűjteményembe. Szólt vidáman, s már előre örült, hogy egy barátnőjének sem lesz oly sok szép, képes levelező lapja, mint neki. Laci elnevette magát, és mosolygott édesapa is. Látod, milyen gyermek? Mondta fejcsóválva. Látom, mondta Laci. Hiszen éppen ezért szeretem oly nagyon. Azt a tiszta, ártatlan, derült kedélyét, hófehér lelkét. Nem is tudom másként elképzelni, mint mindig ilyennek. Cilikének. Soha életében Cilike még úgy el nem pirult, mint most. Valóban, róla mondta mindezt a sok szépet, Laci. És komolyan, igazán úgy is gondolja. Nem neveti ki az ő sok furcsa kis balesetét, viszontagságát, gyerekes apró csínyét? Nem, csak ugyan. Laci komolyan beszélt. És Cilike lelkébe egyszerre valami csodálatos érzés költözött be. Mintha egy pillanatra belelátott volna a jövőbe, amelynek sejtelmes, rózsaszínű derengésében egy egészen új élet tárult volna föl előtte, egy új élet, komoly kötelességekkel, nagy feladatokkal és mély érzésekkel. Öröm, boldogság és egy kis félelem fogta el a szívét, oly erősen, hogy a könnyek szemébe gyűltek, és csöndesen sírni kezdett, valami soha nem érzett érzés hatása alatt. Anyja megértette, és magához szorította a kislányt,
Apja pedig odalépett hozzá, és ellánál fogva fölemelte a fejét. No, cilikém, csak semmi érzékenykedés. Fel a fejjel, kislány, töröld le a könnyeidet, és mától kezdve hivatalosan ki vagy nevezve nagylánynak. Cilike elmosolyodott, megcsokolta édesapja kezét, aztán zsebébe nyúlt, hogy kivegye a zsebkendőjét, és letörölje potyogó könnyeit. A zsebkendője azonban nem volt a zsebében, de helyette hirtelen mozdulattal kihúzott belőle egy piros szalagot, egy darabka ceruzát, egy űszűt, három kulcsot, egy kis katuját, egy noteszt, s egy csomó cukros mandulát. Minden szerte gurult a szőnyegen. Laci alig győzte felszedegetni. Hiába no. Az első kérő megjelent ugyan már a szemhatáron, de azért bizony Cilike még mindig csak kislány volt. Tizenkilencedik rész. Bújósdi. Cilike, jössz velünk! Rontott be egy vasárnap délután Iluska Cilikéhez, aki bús magányosságában üldögélt a szobájában. Ó, nagyon szívesen! Ugrott fel Cilike egyszerre felvidulva. Hová megyünk? Kisétálunk a szőlőbe. Itt van a néném az összes gyerekeivel, s a kis lurkókat nem lehet a szobában tartani. Cilike közben már gyorsan fel is öltözködött. Pompás lesz, mondta. Majd játszunk velük ott kün. Gyönyörű idő van. Igazán jót fog tenni egy kis séta és ugrálás. A gyerekek, három kisfiú s egy kislány, már várták őket a kapuban, s vidám kiáltozással fogadták a két leányt. Jókedvűen indultak el a kisváros keskeny szűk utcáin keresztül, ki a napsütötte széles réti útra, mely a szőlők felé vezetett. A gyerekek hancúrozva szaladtak előre, Cilike meg Iluska karonfogva mentek utánok. Cilike tulajdonképpen, amióta az a bizonyos leánykérés történt, nem tudta hányadában. Ő maga a legkomolyabban menyasszonynak tartotta magát, de a menyasszonyságáról egyáltalán szó sem esett a családban, és rajta kívül senki sem vette komolyan a dolgot. Mikor édesanyjának előhozta, hogy kellene már varrónőt venni a házhoz, s a kelengyét varni, meg a bútorokat választani, s aranyszegélyű eljegyzési kártyákat nyomtatni, amiben Cilikének mind végtelen örömet elt volna, édesanyja mosolyogva felelte neki. Édes lányom, mindenről korai egyáltalán még beszélni is. Laci, igaz, hogy megkért, de mi oly fiatalnak tartunk még téged, hogy egy-két esztendeig okvetlenül várnotok kell. Ha aztán elterik az idő, Laci hazajön, megfelelő állása lesz, és mind a ketten úgy fogtok gondolkozni, mint ma, akkor majd lehet beszélni a dologról. De legfőképp attól függ minden, hogy vajon te egy-két év alatt megkomolyodsz-e annyira, hogy mennyasszony számba lehet már téged venni. Addig azonban a leghelyesebb, ha senkivel sem beszélsz az egész dologról. Hát, ez túlságosan nagy kívánság volt, s szer fölött levelte Cilikét. Hiszen éppen ez lett volna a legérdekesebb, ha minden barátnőjének eldicsekedhetik, hogy ő már menyasszony, s ha valamennyien eljönnek megbámolni a sok szép csipkét, sejmet, szalagot, amelyből mind neki készül a sok szebbnél szebb holmi. De hát, amit anyuska mondott, az ellen nem volt fellebbezés, s így Cilikének is kénytelen kelletlen bele kellett nyugodni. De azt mégsem állhatta meg, hogy legalább Iluskával, legjobb, leghívebb barátnőjével ne beszélgessen erről a nagy-nagy titokról. És Iluska áhítattal hallgatta, és büszke csodálattal nézett Cilikére, akinek ma-holnap valóságos, igazi vőlegénye lesz, és karika gyűrű az ujján. Most is egész úton természetesen csak erről beszélgettek. Iluskának legnagyobb aggodalma az volt, hogy Cilike szülői talán még egy év múlva sem akarnak majd beleegyezni, s akkor még várni kell. Pedig milyen jó volna már táncolni is a lakodalmon. Ó, én azt hiszem, hogy bele fognak egyezni, mondta Cilike. Anyuska a legfőbb feltételül tűzte ki, hogy megkomolyodjam, s én azóta borzasztóan vigyázok magamra. Nem is történt velem semmi baleset azóta. Szörnyen büszke volt emelre Cilike, s úgy felvidult, amint ezzel eldicsekedett, hogy mivel éppen kijöttek a szőlőbe, verseny kezdett futkosni és hancúrozni a gyerekekkel.
Az Illuség szőlője Lankás hegyoldalon feküdt. Alanta tisztáson csinos kis szoba és konyhából álló nyári lakás állt, teljesen bebútorozva, mert ott szoktak mindig nyaralni. A konyhában volt egy hordó, félig tele szilva ízzel, mert az ősszel oly sok szilva termett, hogy Iluska mamája nem győzte a sok szilva ízt, amelyet főztek, mint hazaszállítani. Legelőször is a gyerekek, meg a két lányka a magukkal hozott elemózsiából jól meguzsonnáztak, azután játszani, futkosni kezdtek. Sorra kerültek. Künn a bárány, benn a farkas, vadmacska, fog meg cica, és a többi szabadban való játék. Addig futkostak, míg valamennyien úgy elfáradtak, hogy le kellett ülniük pihenni. Játszunk bújósdit, indítványozta az egyik gyerek, s valamennyien szívesen fogadták az indítványt. Iluska volt a kereső, s a többiek szétszélettek, ki ide, ki oda, jó rejtek helyet keresni. Megállj csak, gondolta magában Cirike. Úgy el fogok bújni, hogy kereshetsz majd. Beszaladt a házba, s körülnézett egy kiválóan alkalmas búvóhely után. Meglátta a konyhában a hordót, nem is gondolkozott tovább, azt hitte, hogy üres, s egy szempillanat alatt beleugrott. A másik pillanatban hangos sikoltással ki is ugrott belőle, de szent Isten hogyan! Szilvalekvár cipője volt, s a ruháján körös körül szilvalekvár koszorú. Néma kétségbeeséssel, kezeit tördelve szemlélte Cirike ezt a rettenetes látványt. Nem mert mozdulni, mert amint egyet lépett, nagy fekete szilvalekvár nyomok maradtak utána. E pillanatban nevető arccal nyitott be Iluska. Megvagy, megtaláltalak! Kiáltott vígan, de a másik percben ajkára fagyott a nevetés, és még a szája is nyitva maradt bámulatában. Mi történt veled? Kiáltott kezét összecsapva, de aztán a hordóra nézett, és azonnal megértette az egészet. Ó, szegény Cirike! Rebegte résztvevően. Ha meglátnak a gyerekek, ha megtudja édesanya, ha megtudja Laci, nyögte Cirike kétségbeesve. Nem fogja megtudni senki, kiáltotta Iloska hősiesen, és gyorsan bezárta az ajtót. Senkit ide be nem eresztünk addig, amíg rendben nem hozzuk a ruhádat, én pedig el nem foglak árulni, arról biztos lehetsz. Cirike hálás pillantást vetett az ő hűséges, jó kis pajtására, s aztán sietve láttak hozzá mindketten a nagy tisztogatáshoz, mosogatáshoz. Nem telt bele egy negyed óra, és rendben volt minden. Igaz, hogy a kékbagós perkáruha alsó fodra egy árnyalattal sötétebb volt, mint a többi, de ezt nem vette észre senki, valamint azt sem tudta meg soha senki, hogy miért pirult el Cirike még évek múlva is, ha csak azt hallotta említeni, hogy szilva ízes dereje. Csak Iluska tudta, de ő igazán nem árult el, még Kővári Lacinak sem.